Kampányt indít a rendőrség, és az egyik biztosító azért, hogy kevesebben telefonáljanak, SMS-ezzenek és internetezzenek vezetés közben. Jelenleg nagyjából minden második férfi és minden harmadik nő nyomkodja a telefonját, annak ellenére, hogy a többség tudja, hogy ez életveszélyes. Autópályán például 200 métert is megtesz a kocsi, amíg elolvas a sofőr egy üzenetet. Arra nincsenek adatok, hogy mennyi balesetet okoz, mert a vétkes sofőrök sokszor letagadják. Miután az ittas vezetéssel gyakorlatilag azonos veszélyt jelent a közlekedésben, sőt, néha nagyobbat is, ezért szeretnénk rájra nyitani a figyelmet, hogy ne csak az ittasság kérdésében legyen zéró tolerancia, hanem a telefonhasználat tekintetében is vezetés közben.